az új nap, és indulunk a francia határ mellé, ezúttal még csak motorra, egy panoráma úton végig, ha minden igaz, ha az nem lesz fizetős, úgyhogy... Átkelünk a határon, nem? Lehet az is, lehet, hogy átnézünk. Bevásároltunk egy ilyen Eroszkiban. Jó drága volt. Van minden, de nagyon drága. Nagyon választék. Megálltunk itt egy csöppet gyönyörködni a látványban. De hát innen már francia határ nem messze van. És pont jön egy lakó is. Ott abban az irányban vannak tehenek. Na, indulhatunk tovább? Mehetünk. Keressünk egy piknikező helyet. Nagyon sajnáljuk a bicikliseket, de hát magukat szenvedtetik szegények, úristen, itt elég feljönni. Na, hajrá! Nagyon jól áll neked ez a háttér. Kék búcsima. Na, itt az útról kiszúrtam, hogy van itt egy kis hely. Ott van egy ilyen sziklacsúcs. És itt... Igen, itt van egy kis kerülő. De hát szerintem itt az ajtón is át lehetne menni, csak birkák miatt van. Úgy gondolom, hogy itt nem jön ki a birka. Na, úgyhogy oda besétálunk oda, egy felsétálunk. Tehenek nyomai. Kicsit fúj a szél, és a mikrofon megint nem hoztuk el. Egyébként ezek a helyek, nem tudom már pontosan melyik, van itt egy olyan, amelyik, tehát több ilyen itteni partszakasz is ihlette a Trónok harca producereit, és hát ugye folytak itt forgatások ezeken a sziklás partszakaszokon. Majd megpróbálok utána nézni, és ha itt van a közelben, akkor megnézzük azt is, de ezt nem ígérem meg. De már ez is elég pazar a látvány. Gyíkocska. Hát a tehenek nagyon szeretik ezt a részt. Pöhöm nagy vas. Na most pedig ebbe az idilli környezetbe jöhet a piknik. Itt a kis szatyrunk, Kitty. A kis szatyrunk. Pazar kis piknik. Ücsi az idő. Nincs melegünk, igen. Azért nekem így kabárba jó, meg hosszú gatyában, de Zolinak motoron ez a rövid gatya nem valami. Nem tudom, ki mondta, én hozni akartam a szugatját. Jó, hogy ez. Jó, hát még itt pont fúj a szél. Nem valami faszányos, meg mondjuk motoron ugye jobban kellene védeni a térdet. De már mindegy. Okoskodjál már. Nem gondoltam, hogy ilyen idő lesz. A fűt a nap akkor jó. Most arról már fűt. Még pont egy ilyen árnyékban vagyunk, meg a szél is fújt. Na, és most pedig irány a Guadalupe erőd. Ide egy 6 kilométerre van. Nem tudom, hogy be lehet-e menni, vagy fizetősen, majd meglátjuk, ha odaérünk. Na, már egy pár kilométerre később ismét megálltunk. Egy-két lakóautó is van. Lovak. Még be is lehet menni oda. Na és itt a határ. Ugye ott annak a kis folyócskának, tehát az a túloldala, az már Franciaország. Ez pedig itt Irún városa. Baszk birka is, lófogó kerítés, ami már nem megy át a birka.
szaporán esznek a birkák, Kitti szerint. Nagyon szaporán esznek, jó. Aranyosak. Habzsolnak. És ott a háttérben, na ott a fekete bárány. Itt vannak a lovak. Ki van zsendülve. Olyan baszk sérója van ennek a lovacskának. Próbáld meg. Inkább szemből menjél, mert előről nem fog megrúgni. Na? Na próbáld hát meg szemből. Na, szemből nem fog bántani. Mondjuk volt ilyen, hogy itt megelőtt egy póni. De tényleg, hát volt egy csárt Magyarországon. Na, csinált, hát nem fog biztos. Tehát távol, de csak szemből menjél. Érzi, hogy félsz. Na, megérkeztünk ide. Ez az erőd szerintem. Itt van egy bunker. De elvileg ez ilyen földbe vágy dolog lesz. Szóval az erőd, az nem ez, amit itt mutattam, ez csak valami előőrse lehet. Úgyhogy még megyünk beljebb lesz a térkép szerint. Csak gyengélkedik a térerő, mert spanyol már nincs, francia még nincs. Egy kicsit ilyen vakvoltos. Egyébként nagyon jó kis piknikhely. Több lakó is áll itt. És hát piknikezni nem lehet, de itt ugye ezeken a helyeken lehet. Padok meg mindenféle. Kis ülőalkalmatosság, és akkor ez maga itt egy ilyen bunkerrendszer, amit láttunk, de az erőd az a térkép szerint egy picivel még fentebb lesz a bar irányba. De már megnézzük ezt is, hogy mit mutat itt. Csak elmentünk amarra kidobni a szemetünket. Hát ez lehet az. Elindultunk itt, lefele vezet. Én nem tudom, hogy ez jót jelente, de valahova csak vezet. Minden esetre elég érdekes, hogy így jó lefele megyünk. Hát belemegyünk az erődbe. Aha. Csak itt ez be van zárva, hely. Hát itt ez ennyi. Na itt az erőd. Jó nagy beálcázott. És egy nagy fal van itt körbe. Mondjuk itt igazából befele tudtak ugrálni, ha nem lőtték le őket, de szerintem ez ilyen dupla védelmi vonal. Na menjünk hátrébb, hátra be tudunk menni. Hát lenne egy lépcső lefele. Nagy dzsumbújba. Valószínű, hogy ide be se lehet menni, csak ilyen szervezett túra keretein belül. Ugye az lett volna a fő bejárat, vagyis az egyetlen. Mondjuk itt is vannak ilyen lejárók már. Hát ezek így le vannak eléggé zárva, és valószínű, hogy ilyen tiket ellenében sem lehet, hanem ezekben a bizonyos szervezett időpontokban, de azért már körbe megyünk. Hát gyakorlatilag körbeértünk az erődön. Hát igazából nem sok mindent láttunk belőle, de így elég impozáns nagy bucka kívülről. Na igen, az lenne az a kapu, amit lentről láttunk, a második bejárat. Újabb állomásra érkeztünk, ez még mindig a spanyol oldal, és egy kicsit város nézünk. Nagyon hangulatos városnak tűnik amúgy.
Majd találtunk itt egy parkolót is, ami majdnem egy kimondottan lakóautó parkoló, mert van vízcsap és csak lakóautók állnak. Imádják ezeket a transzparenseket. A városnak a neve az pedig ez az Ondarribia. Az már a francia hon. Szóval igazából ahol a hajók ki vannak kötve, az már a francia terület, de az öböl bejárata az pedig spanyol így ezen a részen. Bicikli szervizpont. Ingyé. Ide felrakhatod a biciklit, és akkor lehet fújtatni. Továbbá vannak mindenféle kulcsok, szerszámok. Tök ötletes. Kávészünet van. Café time. Két helyes kávé. Café time van. Már elfáradtunk nagyon. Sarki söröző. Ja. Gracias. Hogy érzed, Kitty? Átérünk még ma Franciába? Motorral legalábbis már kezdek fáradni. Hát nem tudom, csak lépjük át a határt motorral és aztán... Ja, de itt szerintem hát vagy fenn a hegyen, vagy itt ott az erdőbe letáborozunk. Estére átállunk oda esetleg, majd meglátjuk, nem? Itt a birkáknál jó lenne. Fenn a birkáknál? Na jó, meglátjuk. Végülis a kettő között már nem sok távolság van, csak még tankolnunk kell, meg el kell menni egy boltba. Mindig nem léptük át a francia határt az autóval. Hát igen, de a motorral már átfogjuk. Na mindjárt átnézzünk, ott mi van. Itt vannak ezek a kis cuki, ilyen, hát, ilyen halászházikók, vagy nem is házikók ezek, de ez ide nagyon jellemző, hogy láttam a képeken. Most nincsenek turisták, legalábbis nagyon külföldiek. Kitty is azt mondta, hogy nagy az élet. Bazi nagy, igen. Péntek van. Délután van. Nekik is a piros-fehér-zöld a színük. Ugye ez a zászlójuk. Itt más az összeállítás. Bácsik rákogott itt egy cukit maszk nélkül. Na hát, parkolót nem találtunk. Ez ugyan nem magasságkorlátos, de fizetős. Kérek egy kis vizet én is. Itt van strand. Te csak vlogoljál. Szóval itt van strand. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Ami feltűnő, hogy itt nem kell maszk, mert senkit nincs. Úgy látszik, itt nincs víruspara. Egyből itt a jó öreg francia retyó. Na, nyitva van. Okupé a szélem. Na? Na. Na, itt az első francia strand. Na, letanyáztunk ide a partra. Én ruhában vagyok, Zoli fürdőruciban. És hajrá! Ja, megyek itt, hagyom a szemcsimet. Megyek, megnézem, milyen a francia part. Milyen a francia óceán. Jó meleg van azért. Jó forró a homok. Milyen? Ja, de amik homokos, utána meg sziklás, jó, be is vertem a lábam. Tényleg? Jó, hát annyira nem, de így jó. Akkor ilyen becsapós, igaz? Igen, igen, körülbelül ott, ahol az a kék üzés csaj van, onnantól már. Befejeztük már a strandolást, vagyis én, mert Kitty az nem is strandolt. És akkor elindulunk visszafelé a lakóhoz, felrakjuk a motort, még úgy közben lehet, de megyünk egy Lidl-be. Aztán átállunk valamelyik a birkás részre, vagy oda lentre a bunkerhez. Bevásárolunk, mert itt olcsóbb, vagyis spanyolban olcsóbb. De igen. Még az is spanyol. Még a spanyol, csak már ott
nem lesz volt. Baszk részen. Á, nem nagyon van Lidl. Itt parkoltunk, ennek a parkolónak a legvégében, és itt van egy szervízhely, úgyhogy jól ki van találva. Bár nem a legideálisabb helyen van a szervízhely, de nem baj, örülünk neki. Jól jön a víz? Jó, nem olyan rossz ez. Tegnap megnyomtam véletlen, ezt úgy is maradt, de bezzeg most nem marad úgy. Most nem marad úgy. Na, úgyhogy egész jó hely ez itt San Sebastianban. Azt hittük, hogy nem lesz itt parkolóhely, meg semmi, de igazából tök közel van a belváros is, meg ingyenes busz jár, meg ilyenek vannak, úgyhogy szuper. Úgy bevásároltunk, mint hogyha nem jönnénk soha többet Spanyolországból, azt közben csak egy hétig leszünk szerintem Franciában. Uff, megérkeztünk, és Zoli félt, hogy nem lesznek lakóautók, és így ahhoz képest dugig lett az egész, szinte dugig, rengeteg lakóautó áll itt. Nézzük meg hátrébb. Hát ez komoly. Szóval itt hittük azt még, hogy nem lesz itt senki. Itt fenn az Isten háta mögött, napközben még csak egy-két ember volt, és akkor a kis bivak van itt, hogy csak na. Átálltunk ide egy jobb helyre. Itt a bal oldalunkon van egy mező, illetve ott a háttérben, ahol a nap megy le, ott az óceán.